Rendőrök igazoltatják az Echo TV munkatársait a szegedi polgármesteri hivatalban. Ezek a felvételek hétfőn készültek. Egyáltalán ki van itt? Ki van itt? Másrészt milyen jogcíme van? A polgármesterrel próbáltak interjút készíteni. Állításuk szerint másfél órát vártak a hivatali folyosón Botka Lászlóra, de nem találkozhattak vele. A riport kedden este került adásba. A riporter azt mondta híradónknak, hogy miközben dolgozni akartak, biztonsági őrök állták útjukat. Majd rendőrt is hívtak rájuk. Egy polgármesternek szerintem alapvető feladata lenne az, hogy a sajtóképviselőivel minden helyzetben, minden szituációban beszéljen. Főleg úgy, hogyha a sajtóképviselői az irodájához szeretnének elmenni, a Városházán keresik. Szóval szerintem ez egy alapvető politikusi magatartás lenne egyébként. A riporter azt is mondta, hogy ők nem voltak erőszakosak. Amikor a biztonsági őrök megkérték őket, hogy távozzanak, elmentek. Nincs kártyás beléptető rendszer, a korábbi kapukat 2002-ben bontották le. A polgármester szerint azért, hogy ezzel is jelezzék, nyitott városházát építenek. Egyetlen portás van, a bejelentett látogató kísérő nélkül mehetnek fel. Botka László azt mondta stábunknak, hogy a portások azért kértek rendőri segítséget, mert a kormány közeli tévések rá akarták törni az ajtót. Egyik vendége szólt neki, hogy a folyosón rendőrök igazoltatnak valakit. Sehol a világon egyébként hivatalba bejelentkezés nélkül egy köztisztviselőre nem lehet rátörni az ajtót. Aki ilyet csinál, az nem újságíró, hanem provokátor. Az MSZP a Fidesz provokációjának tekinti a szegedi polgármesteri hivatalban történteket, és ezért úgy döntöttek, a jövőben nem nyilatkoznak a szerintük Fidesz és a kormány propaganda gépezetéhez tartozó orgánumoknak. A párt szóvivője felsorolta, kikre gondolnak. Echo TV, M1, TV2, Origo.hu, Pesti srácok, 888.hu, Magyar Idők, Lokál, Riposzt.hu, Magyar Hírlap. A Fidesz alelnöke erre reagálva azt mondta, rendkívül fontos a nyilvánosság. Nem teljesen értem ezeket a sajtóbajnokokat, hogy mit gondolnak, de hát az Echo TV elleni támadás az világos volt. Az elmúlt hónapokban egyre több a konfliktus a politikusok és a szerintük velük ellenséges újságírók között. Maximum kívülük a rendőrséget. Ezt mondta Mészáros Lőrinc újságíróknak, amikor a felcsúti önkormányzat nyilvános üléséről próbáltak felvételt készíteni. A 444.hu riporterét Szabó László fideszes politikus lögdöste egy nemzeti konzultációs fórumon, a Magyar Nemzet újságíróit pedig nem engedték be egy 30 milliárd forintos uniós projekt nyitó rendezvényére.